Egy környezetanalitikával foglalkozó labor is indított csapatot a 2024-es PET-kupán. Ők nem csak a nagy, szemmel látható szemetet szedték, de a Bodrog-Olasz-Liszkai szakaszánál közel 1000 liter vízmintát is vettek. Ezt még a helyszínen leszűrték egy hajszál vastagságnyi, pórus átmérőjű szitán, majd laborban vizsgálták. Mindezt azzal a céllal, hogy a felszíni vizekben jelenlévő mikroműanyag koncentrációt tanulmányozzák. Azt tapasztaljuk gyakorlatilag, hogy bárhova nyúlnak a szakemberek, mindenhol kimutatnak mikroműanyagokat. Tehát önmagában az, hogy mikroműanyagokat találunk, az sajnálatos, de nem meglepő, így szakemberként. Viszont az az érték, amit most a Bodrogban találtunk, ez több mint 200 részecske volt egy köbméter vízben, az némiképp magasabb, mint amit eddig hazai felszíni vizekből kimutattunk. Azt nagyon fontos leszögezni, hogy ez egy egyszeri alkalom volt, tehát ez egy egyszeri mérés volt, ezért nagyon hosszú távú következtetéseket ebből nem lehet levonni, trendeket nem lehet ebből levonni, de mindenképpen figyelmet felhívó tény az, hogy mikroműanyagok voltak kimutathatóak. A mikroműanyag kutatás még gyerekcipőben jár, nincsenek pontos adatok arról, milyen hatással van az ökoszisztémára vagy az emberi szervezetre. De abban már egyetértenek a kutatók, hogy bár a nagy része távozik az emberi testből, a bennmaradó mintegy 10% felszívódhat, gyulladásokat okozhat és károsíthatja az immun és az idegrendszert. Aggodalomra adhat okot, hogy a most mért 214,8 darab részecskével ellentétben korábban csak 100 alatti értéket mértek a hazai vizekben. A Dunán például 2021-ben végeztek vizsgálatokat, akkor a folyó budapesti szakaszán gyűjtöttek mintákat. Ott egy köbméter vízben átlagosan 45,4 mikroműanyag részecske volt jelen. A Bodrogon talált mennyiségnek majdnem az ötöde, de most nyáron nem csak mikroműanyagot találtak a vízben. Egy olyan anyagot szúrtunk ki a végtelen listájából a potenciális szennyezőanyagoknak, amiket 2026 elejétől a magyar ivóvíz szabályozás is most már lajstromba vesz, és határértéket állapított meg rá, de felszíni vizekben már régóta figyeljük. Ezek a hormon elsősorban úgy ismert, hogy a hormonháztartást erősen megzavaró bisphenol A anyagról beszélünk, és itt sajnos találtunk a Bodrognak a vizében is egy bizonyos koncentrációban ilyen anyagot. Egészen pontosan 0,7 mikrogram per literes értékben. Ez ugyan jóval meghaladja az EU által meghatározott éves átlagértéket, de mint a szakértők mondják, ez egy egyszeri mérés volt. Egy adatból tehát messze menő következtetéseket nem lehet levonni, a figyelemfelhívás szempontjából viszont fontos, hiszen a környezet mikroműanyagoktól és egyéb káros vegyületektől való megtisztítása jelenleg sem műszakilag, sem gazdaságilag nem elképzelhető.